Lelki egészség világnapja. Több mint 450 millió ember szorong, 120 millióan depressziósak a világon. Kötelező nyelvvizsga 2020-tól. Alig javul az arány, a magyar diákok több mint felének nincs nyelvvizsgája, amikor elkezdik felsőfokú tanulmányaikat. Új darabok, saját szerzemények. 7 év után ismét Nyíregyházán koncertezett Szentpáli Roland. A világhírű tubaművész változatos repertoárral érkezett. A világon több mint 450 millió ember szorong, 120 millióan depressziósak. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A lelki problémákkal küzdők száma évről évre nő, hangzott el a Lelki Egészség Világnapján Nagykállóban. A pszichológusok azt mondják, lelki egészségünk megóvása érdekében a legfontosabb a stresszkezelés, amely lehet relaxáció, sport vagy egyszerű naplóírás is. Nagykálló kultikus épülete egykor megyeházaként működött, majd a pszichiátriai szakkórháznak adott otthont. A településen 120 éve végeznek pszichiátriai gyógyítást. Az érintettek nem csak kezeléseken, kreatív betegfoglalkoztatásokon is részt vehetnek. Ezeket a kiállított tárgyakat is a gyógyulók készítették. A szakkórház telephelyi orvosigazgató helyettese a Lelki Egészség Világnapja alkalmából szervezett rendezvényen kiemelte, fontos az önismereten alapuló önelfogadás. Erdélyi Ágnes hozzátette, sokan küzdenek lelki, pszichés problémákkal. 520 ágyon dolgozunk itt a Nagykállói Kórházban, ezen évente egy olyan 10 000 eset fordul meg, és hát a gondozóban pedig sokkal nagyobb a betegszámunk. Nagyon sok mindenki fordul hozzánk a problémáival, és teljes skáláját lefedjük a lelki betegségnek, hiszen a szorongásos kórképektől a teljesen súlyos, széteső pszichotikus állapotokon át, a demenciába, tehát szellemi butulásba hanyatló súlyos állapotok is megfordulnak. Több mint 20 éve állítják a középpontba a lelki egészséget október 10-én a világnap alkalmából tartott rendezvényen Tulner Gabriella klinikai szakpszichológus kiemelte, a test és a lélek egységet alkot, hozzátette, mint ismert, a stressz gyengíti az immunrendszert, így hamarabb megbetegszik a test is. Gondoljunk egy nagyon egyszerű dologra, vizsgaidőszak az egyetemen, főiskolán, bárhol, hogy például a felső légúti megbetegedéseknek a száma nő, miért? Mert nagyon magas ugye az embernek a stressz szintje ilyenkor. Ugye mit lehet tenni annak érdekében? Van néhány olyan alapmódszer, amit mindenki ismer, hogyha megkérdezzük, hogy ki teszi meg ezeket minden nap, akkor általában nem nagyon szoktunk jelentkező kezeket látni. Ugye ilyen például a sport, ami tudjuk, hogy az egyik leghatékonyabb stresszoldó technika, a relaxációs technika, ami szintén nagyon jó hatékonysággal bír, a naplóvezetés. A statisztikák azt mutatják, a lelki problémákkal küzdők száma évről évre nő, ráadásul egyre több érintett gyermek. A teljesítménycentrikusság a kortársaknak és az otthoni elvárásoknak való megfelelés hozzájárul ahhoz, hogy minden negyedik, ötödik gyermek valamilyen pszichés problémával küzd. Alig javul az arány, a magyar diákok több mint felének nincs nyelvvizsgája, amikor elkezdik felsőfokú tanulmányaikat, írja az eduline.hu. Pedig 2020-tól már kötelező lesz legalább középfokú nyelvvizsga azoknak, akik valamelyik főiskolán vagy egyetemen szeretnének majd tanulni. Így azok a diákok, akik idén kezdték meg középiskolai tanulmányaikat, már most kezdhetnek készülni a nyelvvizsgára. Ezeket a diákokat már csak a nyelvvizsga választja el a diplomától, a Nyíregyházi Egyetem diplomamentő program résztvevői. Az elmúlt években országszerte 10 000-en vettek részt ehhez hasonló ingyenes tanfolyamon, amely azokat a hallgatókat segíti, akik már leállamvizsgáztak, viszont a nyelvvizsga hiánya miatt nem kaphatják meg oklevelüket. A felsőoktatási intézménybe felvételiző között alig javul az arány, mindössze 45%-uk kezdi tanulmányait úgy, hogy már legalább középfokú nyelvvizsgája van. Ez az arány a Nyíregyházi Egyetemen is hasonlóan alakul, ezért a képzés ideje alatt is biztosítanak nyelvtanulási lehetőséget. Azt nézzük meg, hogy a idegen nyelvi képzés a képzés során milyen lehetőségeket biztosít, és hány hallgatót juttathat nyelvvizsgára. Tavaly ugye 60% felett volt a diplomások aránya. Ez azt jelenti, hogy körülbelül egy olyan 15%-nyi az a hallgató, aki a képzés ideje alatt szerez nyelvvizsgát. 2020-tól pedig már bemeneti követelmény lesz a nyelvvizsga.
Tehát majd csak azok kezdhetik el főiskolai és egyetemi tanulmányaikat, akik legalább középfokú nyelvi bizonyítvánnyal rendelkeznek. Ez a változás első körben azokat a diákokat érinti, akik idén szeptemberben kezdték a középiskolát. A diákok sok esetben nyelviskolákban, illetve külön órákon is tanulnak idegen nyelveket. Sokan az iskolai szünetekben választják a plusz tanfolyamokat, ugyanis ilyenkor pár hét alatt akár több éves lemaradást is behozhatnak. De több középiskola is nagy hangsúlyt fektet a nyelvoktatásra. A Nyíregyházi Kölcsei Ferenc gimnáziumban például 6 nyelvi tagozat közül választhatnak a diákok. Ha mondjuk egy olyan gyereket veszek, aki a német emelt szintű osztályba jár, most mindegy, hogy kezdő vagy haladó, ő 9 órában tanul nyelvet, ugyanis 5 órában tanulja a német nyelvet, és heti 4 órában a második idegen nyelvet, ami az angol. Tehát gyakorlatilag a két nyelv, az első és a második nyelv óraszáma, ez egy olyan magas óraszám, a kerettantervi óraszámnál lényegesen magasabb, hogy ezzel biztonságosan fel tudnak a gyerekek készülni, mind az érettségi vizsgákra, mind a nyelvvizsgákat is meg tudják szerezni. Ennek köszönhetően tavaly közel 140 végzős diák 92%-ának volt legalább egy középfokú nyelvvizsgája, 20%-uknak felsőfokú bizonyítványa, valamint 36%-uknak sikerült két nyelvvizsgát is megszerezni a 4 év alatt a Kölcsei Ferenc gimnáziumban. Baleset történt tegnap délelőtt a 403-as elkerülő főúton, ahol egy teherautó nem adott elsőbséget egy ukrán rendszámú kisbusznak. A kisbusz vezetőjét és utasát súlyos sérülésekkel vitték kórházba, mindkét autó totál károsra tört. 7 év után ismét Nyíregyházán koncertezett Szent Páli Roland. A világhírű tubaművész olyan zenészekkel lépett színpadra, akik eddig ilyen formációban még sehol nem koncerteztek. A művész változatos repertoárral, új darabokkal és saját szerzeményekkel készült. Virtuóz játék, improvizációk, klasszikusok, jazz és crossover műfajban. Szent Páli Roland 7 év után ismét Nyíregyházán adott koncertet. A tőle megszokott stílusban, humorral, változatosan összeállított darabokkal és több saját kompozícióval érkezett haza zenész barátaival. Tulajdonképpen 3 emberre súly az a koncert zeneileg. Az egyik az Romhányi Áron, neki lesznek feldolgozásai, meg saját darabjai, itt játsszuk. Révész Ricsike, aki ugyanúgy egy frenetikus jazzzongorista, ő inkább ezt a latinosabb vonalat képviseli, neki ugyanúgy lesznek kompozíciói, és vagyok én. És akkor így tulajdonképpen a hármunk anyagaiból állt össze a koncertműsora. Roland mostanában sokkal kevesebbet utazik, mint korábban. Már 4 éve a Nemzeti Filharmonikusoknál játszik, ahogyan ő mondja, 50-50%-ban lép színpadra és komponál. Az élet hozza így. Tehát egyrészt vannak saját ötletek, amiket meg akartam írni. Tavaly előtt írtam egy nagy szimfonikus zenekari darabot, amit a belgrádi filharmonikusokkal mutattunk be tavaly júliusban, és ebben a koncertszezonban, tehát 2016-17-es koncertszezonban 5-ször játszom például a darabot. Játszom a Dohnányi Szimfonikus Zenekarral a Zeneakadémián, játszom a Székesfehérváriak a Székesvárban, meg Kaposváron, a Szegediekhez Szegeden, és pár napja vetődött fel, hogy a rádiózenekarral is eljátszhatnám a rádióban, élő egyenesben. Tehát tulajdonképpen az a jó, hogy mondjuk ez saját kútfő volt. Igazából nem, mert ezt is a belgrádiak rendelték, mert hogy ilyen extra hangszerek vannak benne, amiken én játszom, ezek a régi hangszerek. Ezen kívül svájci és amerikai produkciókban is részt vállal a művész. Az újonnan a megyei értéktárba bekerült Tarpai Citera zenekar is bemutatkozott a 42. megyei népzenei találkozón. A rendezvényről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A magyar rögbi válogatott győzelmével végződött a Dánia elleni Európa-bajnoki selejtező. A Mándokon lejátszott mérkőzésen a hazaiak 20-3-as félidő után 25-13-ra verték ellenfelüket, és 2 győzelemmel az északi csoport élén várják a tavaszi folytatást. 14 arany, 22 ezüst és 7 bronzérmet szereztek az újfehértói kempósok a második alkalommal megrendezett Izsó Mihály emlékversenyen.
A csapatversenyt a hazaiak nyerték, a Jászárok Szállási Firewolf Küzdősportklub és a nyíregyházi Gönczi tím előtt. Az újonnan a megyei értéktárba bekerült Tarpai Citera zenekar is bemutatkozott a 42. megyei népzenei találkozón. A találkozót idén összekötötték a megyei értékek napjával. A rendezvényen több kiállítás mutatta be a megye kulturális és épített értékeit. A rendezvény szervezője a Nemzeti Művelődési Intézet volt. A tarpai Figemadár Citera zenekar idén került be a megyei értéktárba, ezzel 38-ra bővült a megyei értékek száma. Kezdtük pontosan, mert 1971-ben alakult az első zenekar és népdalkör, ami sajnos már azóta nem működik, és aztán az idők során gyerekeket is elkezdtünk tanítani, foglalkozni, úgyhogy volt olyan év, amikor egymás mellett hat különböző korosztályú citerazenekar működött. És hát nagyon sok szép eredményt értünk el az évek alatt. A Nemzeti Művelődési Intézet minden évben megrendezi a megyei népzenei együttesek találkozóját. A hagyományoktól eltérően idén összekötötték a rendezvényt a megyei értékek napjával. A zenekarokat neves népzenei tanárok, művészek értékelték, de a zsűri idén nem minősített. A találkozón olyan értékes szakmai tanácsokkal látják el a résztvevőket, amelyek segítik a további fejlődésüket és a megye népzenei hagyományainak ápolását. A magyar kultúra értékeinek megismerése, gyűjtése elengedhetetlen. Magyarországon több mint 800 településen jött létre értéktárbizottság, köztük 8 tájegységi értéktár alakult. Bővül az értékgyűjtő mozgalom megyénkben is. Ez a legfontosabb, hogy a közösségeink is úgy tudják ápolni értékeinket, úgy tudják a hagyományainkat gondozni, hogy azt a hétköznapok részévé is tegyék, tehát élhetővé tegyük ezeket a hagyományokat, értékeket, ekkor sikerül átadni az utókornak. És ezért is fontos az, hogy most itt vagyunk Tarpán, ahol a népzenei találkozó mellett a megyei értékek napját is tartjuk. Ezzel is szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy bizony minden településnek, minden közösségnek megvan a saját kincse, megvan a saját értéke, és ezt bizony igyekeznünk kell megmutatni a nagyvilágnak. A találkozón több vándorkiállítás is bemutatta a megye kulturális és épített értékeit, a középkori templomokat, a megyei értéktárba felvett büszkeségeinket. Szent László kultúráját mutatja be az a kiállítás, amit a Vidékkincse Egyesület hozott el a rendezvényre. A fotókat tehetséges fiatalok készítették. Ez a kiállítás Magyarországon, illetve a határon túl is több helyszínen már bemutatásra került, ezzel is hírnevét véve a Szent László örökségnek, a gyöngyszemeinek. Magyarországon Szabolcs megyében, Szabolcs községben, Tarpán, Tímáron, Beregdarócon, Szatmárcsakén kerültek a kiállítás anyagok bemutatásra, illetve a Felvidéken, Kassán és Debrőd községben is megtekinthették az érdeklődők a Szent László hagyatéket. 2017 Szent László éve lesz. Az első olyan törvényeiről, egyház és külpolitikájáról elismert Árpádházi királyról emlékezünk meg, aki összefogta a közép-európai népeket. Filmvetítéssel és kiállítással is emlékeznek a Móri Zsigmond Színház elmúlt 35 évére. 1981-ben lett önálló társulata Nyíregyházának. Szombaton nyílt meg az a fotókiállítás, amelynek anyagát az elmúlt 35 év nagy színpadi műveiből válogattak össze. A nosztalgikus rendezvényen elhangzott, a Nyíregyházi Teátrum legszebb pillanatait idézik a fotók, amelyek hűen dokumentálják a társulat munkáját. Az a 35 év, ez egy szenzációs időszak volt. A színház, ez egy külön világ. A színháznak a két oldala van, van a színpad része és van a néző része, és talán mi vagyunk a harmadik oldal, akik ezt dokumentáljuk és megmutatjuk ezt a csodálatos világot. Ez a 35 év, én úgy gondolom, ami számomra igazából 25 év volt egy komplettebb időszak, a mostani előszett anyagokból, az archiválásnak a menetéből, mint hogy egy időgépbe kerültem volna, szinte úgy azom, hogy meg is fiatalodtam, de fel is törtek azok a szép emlékek, ami ezeknek az daraboknak a dokumentálásából jött.
A magyar rögbi válogatott győzelmével végződött a Dánia elleni Európa-bajnoki selejtező. A Mendokon lejátszott mérkőzésen a hazaiak 20-3-as félidő után 25-13-ra verték ellenfelüket, és két győzelemmel az északi csoport élén várják a tavaszi folytatást. Egy új sportág, a rögbi mutatkozott be szombaton Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ráadásul rögtön egy válogatott mérkőzést láthattak Mendokon az érdeklődők. Az első félidőben abszolút a magyar csapat dominált, 40 perc játék után 20-3-as hazai vezetésnél vonulhattak pihenőre a csapatok. A második félidő első felében sem változott a játékképe, a magyar válogatott növelni tudta előnyét, aztán viszont Dánia zárkózni kezdett, így izgalmassá vált a hajrá. A hazai védelem azonban jól zárt az utolsó percekben, így a találkozó végén a vendégek állhattak sorfalat a győztes magyar csapatnak. Nagyon-nagyon boldog vagyok. Egészen a 60. percig csodálatosan játszottunk. A múlt héten Észtországot vertük meg nagy különbséggel, és ez az eredmény Dánia ellen, amely egy erős rögbis nemzet, nagyon jónak számít. A vendégek szövetségi kapitánya szerint gyengébb első félidei játékuk vezetett a vereséghez. Gratulálok a magyaroknak a győzelemhez. A hazaiak az első félidőben nagyszerűen játszottak, és ezzel el is döntötték a mérkőzést, amelyen szinte végig ők domináltak. A magyar válogatott csapatkapitánya úgy véli, a találkozó első felében sikerült megtörniük a dánok ellenállását, és az akkor megszerzett előnnyel a folytatásban jól tudtak gazdálkodni. Kemény volt az elején, de organizáltan és ilyen magabiztosan meg tudtuk tartani a labdát. Szerintem ebben egy kicsit kifáradtak a dánok, és mi a kevés jó akciónkon tudtunk pontokat szerezni, úgyhogy így felment az állás mi részünkre, és így szerintem megkönnyebbítettük magunknak a dolgokat. A szövetség elnöke a győzelem megszerzése mellett azt is fontosnak tartotta, hogy a sportág egy eddig Fehérfortnak számító területen mutatkozott be. El kellett hozni a rögbit Kelet-Magyarországra, el kellett hozni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, és el kellett hozni a kárpátai magyarokhoz is, akik szintén itt laknak a közelben, és Ungváron kiváló csapat van. Vannak magyar rögbisek a határon túl is, és emellett természetesen meg kell nyerni a mérkőzést, hiszen az Európa bajnoki sorozatban vagyunk. A magyar csapat két győzelemmel az élen áll a selejtező sorozat északi csoportjában. Tavasszal Finnország és Norvégia lesz a válogatott ellenfele, a cél a csoport elsőség és a feljutás kiharcolása. Tizennégy arany, 22 ezüst és 7 bronzérmet szereztek az újfehértói kempósok a második alkalommal megrendezett Izsó Mihály emlékversenyen. A csapat versenyt a hazaiak nyerték a Jászárokszállási Firewolf küzdősportklub és a nyíregyházi Gönci tím előtt. 14 csapat, 97 versenyzője lépett a küzdőtérre az újfehértói sportcsarnokban a második alkalommal megrendezett Izsó Mihály emlékversenyen. A sportágat a városban meghonosító edző 3 évvel ezelőtt hunyt el. A tavaly életre hívott verseny ez évben már része volt az országos bajnoki sorozatnak. A résztvevők 3 technikai és 5 küzdelmi kategóriában mérték összetudásukat. Vannak sportágak, amiket természetesen mélységesen tisztelek, de szűk technikai repertoárral dolgoznak. Mi nálunk a kihívás az az, hogy egy harcosnak meg kell tanulnia a technikai repertoár összességét, amit egy harcosnak, amit egy harcművésznek tudnia kell. De én úgy gondolom, hogy az önvédelem, mint olyan, és a mai világban egyre inkább szükségszerű az, hogy az embernek legyen egy olyan magabiztossága, legyen egy olyan plusz tudása, arra a kempó a leginkább megfelelő. A rendező egyesület kihasználva a hazai környezet adta lehetőséget, népes csapatot indított a versenyen. A újfehértói csapat 18 évvel jelent meg a versenyen, tavaly 16-an voltunk, tehát már 2 évvel többen vagyunk, és nagyon sok az új versenyző, ennek nagyon örülök, tehát 7-8-9-10 éves gyerekekből egyre többen járnak edzeni, és most őket is elhoztuk a hazai versenyre, és nagyon izgulnak, mert első versenyük, meg én is, hogy fognak szerepelni. Az újfehértóiak nagyszerűen szerepeltek, mivel összesen 43 érmet szereztek, és ezzel az élen végeztek a csapatversenyben. A második helyen a Jászárokszállási Firewolf küzdősportklub zárt, míg a harmadik helyet a nyíregyházi Gönci tím szerezte meg. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket, még egyszer néhány mondatban. A világon több mint 450 millió ember szorong, 120 millióan depressziósak. A lelki problémákkal küzdők száma évről évre nő, hangzott el a Lelki Egészség Világnapján Nagykállóban.
A pszichológusok azt mondják, lelki egészségünk megóvása érdekében a legfontosabb a stresszkezelés, amely lehet relaxáció, sport vagy egyszerű naplóírás is. Alig javul az arány, a magyar diákok több mint felének nincs nyelvvizsgája, amikor elkezdik felsőfokú tanulmányaikat, írja az eduline.hu. Pedig 2020-tól már kötelező lesz legalább középfokú nyelvvizsga azoknak, akik valamelyik főiskolán vagy egyetemen szeretnének majd tanulni. Így azok a diákok, akik idén kezdték meg középiskolai tanulmányaikat, már most kezdhetnek készülni a nyelvvizsgára. 7 év után ismét Nyíregyházán koncertezett Szentpáli Roland. A világhírű tubaművész olyan zenészekkel lépett színpadra, akik eddig ilyen formációban még sehol nem koncerteztek. A művész változatos repertoárral, új darabokkal és saját szerzeményekkel készült. A Kölcsei Televízió híradóját látták október 10-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk Önöket. Műsorainkért és további hírekért addig is látogassák honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós esős időre számíthatunk, egy mediterrán ciklon áramlási rendszerében többnyire nagy nedvességtartalmú léghullámok érkeznek térségünk fölé. Éjjel többnyire erősen felhős lesz az ég, délnyugat felől hajnalban egyre több felé ered el az eső. Az északkeleti szél megélénkül, reggelre általában 4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben borult lesz az ég, ismétlődő jelleggel várható esőzápor. Az északkeleti szél megélénkül, helyenként meg is erősödik, délutánra 10 fokig emelkedik a hőmérséklet, holnap 2-es fronthatás várható. Szerdán is marad a borongós esős idő, majd csütörtökön és pénteken rövidebb napos időszakokra is számítani lehet, és átmenetileg nem valószínű csapadék. A hétvégén újból nagyobb nedvességtartalmú léghullámok érik el a Kárpát-medencét, a hőmérséklet lényegesen nem változik, továbbra is elmarad a sok évi átlagtól.